Sziasztok! Ezt a történetet most azért mesélem el nektek, mert bizonyítani szeretném vele a pozitív gondolkodás létjogosultságát. A pozitív gondolkodás, vagyis a megoldáscentrikus gondolkodás. Ma Budapestről jöttem hazafelé, amikor egyszer egyedül vezettem föl Budapestre először, akkor a szívem fölvitt a gyermekeimhez és az unokámhoz, és ma visszafelé elkeveredtem, dugóba keveredtem, pedig addig nagyon büszke voltam magamra, hogy átjöttem ezen a szeretett fővároson egyedül, forgalomban, és igaz GPS segítségével, de egész jól elindultam, illetve átmentem a városon, aztán dugóba kerültem, és nem tudtam fölmenni az autópályára. A hetesen volt nekem most kártyám, ott volt létjogosultságom menni, de lényeg az, hogy elkeveredtem, és ezúton szeretnék köszönetet mondani annak a két motoros rendőrnek, akik a segítségemre voltak, mert leálltam akkor egy benzinkútnál, amikor már tényleg feladtam volna, és mindjárt oda mentem a két motoros rendőrt meglátva, és ők igaz, hogy defektjük volt, de gyorsan rendbe hozták, és végül is segítettek nekem. Csak azt szeretném mondani, hogy nem töltöm föl a Facebookra, hogy milyen ügyesen átjöttem a fővároson, mert hát ez, ami történt, így el is keseríthetne, meg nem is érdekel, hogyha bárki kinevet. Csak azt szeretném ezzel nektek mondani, és ezzel szeretnék erőt adni nektek ahhoz, hogyha már úgy érzitek, hogy nem megy tovább és föladnátok, akkor is van mindig egy segítség. Én is hívtam segítséget, és be is vonzottam magamnak, és ott volt az a két rendőr, aki segített. És amikor az ember úgy érzi, hogy vége, most nincs tovább, akkor higgyétek el, hogy akkor is van segítség, és akkor is van megoldás, és mindig, minden helyzetben van megoldás, és soha nem szabad feladni. És én most azért vagyok büszke, mert nem érdekel, ha kinevetnek, nem érdekel, hogy jót nevetünk majd otthon ezen a dolgon, de megoldottam, és hazaértem, és legközelebb is bátran elmerek indulni a gyerekeimhez. Sziasztok!